Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városházán, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, az előbb találkozott Dobos László polgármester úrral, aki aláírta a városadósság konszolidációjáról a megállapodást. Nagyon nagy örömmel számolhatunk arról, hogy 70%-os támogatásban részesült a város. Mi az, amit nagyon fontosnak tart ebben? 4,6 milliárd forint adósságot vállalt át a kormány Karcag városától. Ez egy új korszakot jelent, hiszen ez az adósság még a Gyurcsány-Bajnai kormány időszakában keletkezett, máshogy nem lehetett fönntartani a várost. És a kormány, az országgyűlés mindig is azon az állásponton volt, a nemzeti kormány, hogy ki kell szabadítani az országot az adósság teher alól. És én, mint kormánytag, aki korábban itt a karcagi polgárok bizalmából polgármesterként dolgozhattam 2 évtizeden keresztül, különösen fontosnak tartottam azt, hogy szülővárosom, ahol most is élek, ne maradjon ki ebből a programból. Karcag 70%-os támogatása a maximum. Ez azt jelenti, hogy a terhek legnagyobb részét átvállalja a kormány, és így a következő időszak fejlesztéseihez a város önerővel tud majd rendelkezni, levegőhöz jutott. És ez a mai világban, különösen akit az adósság terhenyön, pontosan tudja, hogy mennyit jelent, hogyha megszabadulunk ettől a nagyon nagy súlytól. A városi önkormányzat Dobos László polgármester úrral az élen mindig precízen dolgozott, takarékosan, odafigyelve a pénzügyekre. És itt elismerés illeti az önkormányzatot, a pénzügyi bizottságot, a hivatal dolgozóit, a hivatal vezetőit is, akik nem engedték, hogy a város rossz helyzetbe kerüljön. Folyamatos volt a munka az elmúlt években is, és látszik az, hogy fejlesztések zajlanak, hiszen a vasút felújítástól kezdve az óvodán keresztül az ipari parki beruházásokig a legkülönbözőbb helyeken voltak és vannak építkezések, és én úgy látom, hogy lesznek a jövőben is, hiszen polgármester úr alapos tájékoztatást nyújtott olyan fejlesztésekről, amelyeknek a felét is megirigyelni egy Karcagnál nagyobb város is. Én bízom benne, hogy ezt a munkát a kormányzati oldalról a jövőben is tudjuk támogatni. Varga Mihály miniszter úrral odafigyelünk a város dolgaira, a pályázatokra, az elképzelésekre, és én bízom benne, hogy csak úgy, mint eddig, a jövőben is a fejlesztési ötletek, elképzelések azok meg fognak valósulni. Sok sikert kívánok Karcagnak ez az új időszakhoz, és bízom benne, hogy a beruházások, különösen a munkahelyteremtő beruházások azok hamarosan elkészülnek, és minél több embert tudunk majd alkalmazni, foglalkoztatni. Köszönjük az elismerő szavakat a város nevében is, viszont a kistérségről is beszéljünk, hiszen a kistérségben is nagyon sok támogatást kaphattak a települések, tehát van, akinek teljes mértékben átvállalták a lakosság szám miatt, viszont ott is, ahogy néztem a mai adatokat, ott is a 60, inkább a 70-hez közelített 60 fölöttiek voltak a támogatottságok. Jó néhány környező városnál szintén és községnél 70% a támogatottság, az hozzátartozik, hogy azért itt a kun ember az beosztja azt, ami van, takarékosan tud gazdálkodni, odafigyel minden fillére, és az érvényes az önkormányzatokra is. És ez azért jó, mert ha egy kicsit távolabb megyünk, azért hallunk gondokról, problémákról. Nem mindegy az, hogy egy várost milyen vezetők vezetnek, nem mindegy az, hogy hány órát töltenek munkával, sokat kell ahhoz bizony tárgyalni, vezetői döntéseket hozni, anyagokat olvasni, hogy képbe legyen egy vezetés, és mindig a legjobb döntést hozza. És én arra büszke vagyok, hogy itt a kunsági emberek, önkormányzati vezetők is megállták a helyüket, hiszen ha megnézzük akár túl kevét Kisújszállás, vagy Kenderest, a 70%-os szintet el tudták élni. És a környező településeket, például Törökszent Miklós is ezt a szintet elérte. Én ezt egy mindenképpen az önkormányzati gazdálkodás szempontjából jó hírnek tartom, és a jövőre nézve is fontos, hogy a megnyíló lehetőséggel úgy éljünk, hogy az a település érdekébe jó döntéseket tegyen lehetővé. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Az előbb már elhangzott, hogy a városnak sikerült 70%-ot elérni ezen a tárgyaláson. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény. Hát nagyon örülünk is ennek természetesen, köszöntöm a kedves televízió nézőket. Valóban a tegnapi napon írtam alá azt a megállapodást, ami azt állapítja meg, hogy a város adósságállományának 70%-át átveszi a magyar állam. Ez nagyon sok tényezőtől függött, elsősorban a befolyó iparűzési adó függvény és a lakosság létszáma alapján lett kiszámítva, és én úgy gondolom, hogy ez teljesen reális, így
örömmet tudom kifejezni, hogy ezt az összeget átvállalja. Az összeg egyébként egészen pontosan 4,6 milliárd forint, az összes hitelállományunk az 6,5 milliárd volt, így marad 1,9 milliárd forint, aminek a fedezetéről értve ez a, az a bizonyos hiány, amit még vissza kell fizetnünk. De mindenképpen örömteli, természetesen, hiszen örülök annak, hogy amit Orbán Viktor miniszterelnök úr megígért, az teljesült, és tudomásul véve azt, hogy az önkormányzatok nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt két kormány ideje alatt, komoly hitelállomány felvételére kényszerültek. Ettől most legalábbis egy részétől, döntő részétől az állam megszabadítja az önkormányzatokat. Én úgy gondolom, hogy ez a Magyarországnak is az érdeke, hiszen rosszul működő, nehezen gazdálkodó önkormányzatokkal nem igazán lehet előre jutni, hiszen az állam nagyon sok erőt, energiát fordít arra, hogy a munkahelyteremtés az egyre erősödjön, bővüljön, de azért helyben is nagyon sokat kell tenni ezért. Na most, hogyha nincsen szorító fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak, vagy az önkormányzatoknak, akkor sokkal könnyebben tudnak ezen a területen mozogni, sokkal nagyobb a lépésterük. Így mi is bátrabban merünk gondolkozni bizonyos pályázatokban, ami nyilvánvalóan munkahelyteremtő pályázatok lesznek jó részt, de más egyéb pályázatokhoz is sokkal könnyebben fogunk tudni nyúlni, és merészebben tudunk belevágni. Az előbb úgy fogalmazott, hogy fellélegeztet a város, hiszen a nehéz időkben is igyekezett fejleszteni és munkahelyeket teremteni. Most melyek azok a fejlesztések, amelyekben nagyobb léptékkel gondolkodhatunk? Azokat a beruházásokat mindenképpen be kell fejezni, amiben éppen benne vagyunk, gondolok itt a fürdőfejlesztésre, de van egy sikeres megnyert pályázatunk az egyik óvodának a felújítására, az a Kutenúti óvoda. Az annak a munkálatai is elkezdődnek a tavasz végén, nyár elején, ahogy a gyermekeket el tudjuk helyezni majd más óvodákba, meg fog újulni, meg fog szépülni, nagyon rá is fér erre az intézményre. De van pályázatunk a város rehabilitációra is, ez egészen pontosan azt fedi, hogy pályázunk a Dériné, a Városháza, illetve a Piaszcsarnok felújítására. Komoly terveink vannak a hívízkutyainkból kinyert gáz hasznosítására, ez is egy olyan jó 400 millió forintos pályázat, ami viszonylag rövid időn belül meg is fog térülni, és ez is munkahelyteremtő például, és szeretnénk nyerni egy pályázaton a Zöldfőúti Szociális Otthon felújítására is. Ez a pályázat is be van adva, reményeink szerint sikerül nyernünk, és akkor ehhez szükséges önerőt is könnyebben fogjuk tudni biztosítani. Azt hiszem, hogy fogunk mi még sokszor beszélni, most mindenképpen ez nagyon jó hír, és reméljük, hogy ezekről az ön által előbb említett pályázatokról is hamarosan be tudunk számolni, hogy eredményesek voltak. Addig is jó munkát kívánok önnek és a hivatalnak ezeknek az előkészítésében. Köszönöm szépen. Így végszóként még hagyj köszönjem meg azoknak a munkatársaknak a hihetetlen nagy erőfeszítését, akik az elmúlt két évben a meglévő tartozásaink fényében is tudták biztosítani azt, hogy a város működőképes legyen, hogy mindenki legyen fizetve, ne kelljen senkinek azt mondani, hogy csúszik a fizetése, bére, tehát egy olyan stabil helyzetet sikerült teremteni, ami mindenképpen megnyugtató, és mindenképpen alapja annak, hogy tovább lépjünk, és most már akkor lehessen valóban alkotni. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk még egyszer. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést és a lehetőséget. 10 milliárd. Lélekben is.